Na, sikerült legyártanom egy darab bronz öntvényt, és egyből kinyílt egy új receptkupac. Egy darab ilyen ércem volt, és még ugye ón kellett hozzá, abból van dögivel. Egy ilyenem van, szuper, hát ez nyilván semmire nem lesz elég, de legalább annyit értünk vele, hogy ezeket a recepteket feloldottuk. Mindjárt meg is nézem, hogy mik ezek. És közben kioldottam az új területet is, a bányát. Kellett hozzá megint ez a, nem is tudom micsoda, ez a lila növény, zsája, vagy nem tudom mi. Meg oda is egy darab bronz érc. Viszont, hát ez lehet, hogy a következő szinten lesz. Tehát ezt nem tudom jelenleg pillanatban legyártani, vagy ezeket korábban se így gyártottam, az lehetséges. Hol gyártottam ezeket az eszközöket? Iron, aha, itt van bronz. Rohadtul nincs semmiféle cuccom hozzá. Igen, hát akkor remélem a bányába kőkeményen neki tudok állni ilyen bronz érc farmolásnak, mert ez eléggé szükséges lesz, meg gyanta. Hú, hát az nagyon nincs. Azt szerintem akkor majd fenyőket elkezdek zúzni. Jó, királyság. Hát, mi legyen most? Induljunk is egyből neki. Hát valószínűleg az lesz, ne vacakoljunk vele. Megyünk, aztán meglátogatjuk őket. Na, kiraktam a bánya területet is, és elvileg érkezem is ide. Hát feltéve, ha át tudok itt jutni. Ó, ezt szedjük már össze, ha már itt van. Bár most már nem fogok kirakni több földterületet, de azért még később máshoz lehet, hogy kelleni fog. És akkor elvileg, jó, itt szén is van, jó, hát elnézést, igyekszem mindig ezeket a farmolós részeket kihagyni, de ha így éppen haladok a küldetéssel, és akkor jönnek elő ilyenek, akkor kénytelen vagyok. Ott fönt is van egy kis szén, jó, mindegy, most ellenállok. Na, jövünk idáig, ez egy elég ilyen fél bányának tűnik, mert hogy megy egy ilyen sin valamerre oda távolba. Feltételezem, ez lesz az a nyersanyag, amit még nem fogok tudni kitermelni, hanem ezt lehetne majd kitermelni az új csákánnyal. Aztán az kérdés, hogy fogom megszerezni. De ki tudom termelni. Akkor viszont lesz még magasabb szintű nyersanyag. Királyság. Kaptam egy darabot. Nem, kettőt. Jó arc ez a kutya. Farkas. Van egy kis hiba a játékban, hogy beesik a loot oda a sziklák közé, de a kutya hozza. Ó, bemegyünk a WC-be. De most ez komoly? Jó, belenyúlunk a pottyantósba. Egész gusztusos. Jó van. Hát itt egyelőre olyan túl sok mindennel nem találkozom, gondolom be kell ide menni, és akkor valami jó ember itt lesz, és beszélni kell vele, és ez megint mond nekünk egy új küldetés sort. Ágy bizony. Napot kívánok! Jöttem küldetésért. Hú, ez a bácsi, ez már epik. Lila neve. Hoppáné, valami fölrobbant. Igen, hát gondoltam, hogy ritka ércek vannak erre felé, ezért jöttem én is, tetszik tudni. Gold. Aha, silver és gold. Ehhez kell majd a jobb csákány. Értem én. Csak ahhoz még kéne nekem egy pár bronz. Bácsikától tudok venni valamit? Csókolom. Itt ezek csúnyán robbantgatnak ezek a srácok. Winterberry muffint kell hozni neki. Jó, majd sütök neked. Tizet? Nénikét segge. Ez hülye. Jó van. És most azt nem mondod, hogy van nálam. Nem hiszem. Jó, hát akkor csinálni kell neki 10 muffint. Ezt kirabolhatom, ezt a széfet. Nem. De akkor miért van nála kérdőjel, hogyha most még ezt nem tudom itt finiselni?
Jó, kicsit körbenézünk, hát ha még van nyersanyag, és akkor megyünk aztán. Nem tudom hány ilyen bogyón van, remélem sok bogyót gyűjtöttem. Ha nem, akkor viszont... Akkor viszont ültetek a kertemben, hát ha tudok ilyet gyártani. Jó, ő még semmiben nem segít, teleket tömni őket muffinnal. Jó, hát akkor ez most így egyelőre ennyi. Kicsit még farmolgatok, aztán megyek haza. Valószínűleg nem sok értelme van, de azért rájöttem, most így nem biztos, hogy ez a legjobb, de hogy jelen pillanatban nekem melyik a legkönnyebb, leggyorsabb pénzszerzési lehetőség, és az ez. Ugye egy darab ilyen fa röng az átváltható ilyen fa deszkákra, és abból kettőre. Viszont hogyha a workbench-en az a perk éppen be van aktiválva, és ezt most ha meg tudom erősíteni, ezek szabadon állítgathatók bármikor, be van aktiválva ez, hogy ezt boostolja, akkor nem kettőt, hanem hármat csinál, tehát lényegében egyetlen egy darab farönkből lesz három ilyen, és ötért lehet eladni darabját, tehát egy farönk egyelőtt 15 pénz, ez jelen pillanatban nekem egy viszonylag jó bevételi forrás. Most azt fogom csinálni, hogy amennyire lehet, ezzel egy picit beboostolom a pénzemet, fogalm sincs, hogy van-e erre szükség vagy sem, viszont azt hiszem volt egy olyan achievement, hogy 5000 pénz, meglátom, hogy érek-e vele valamit. A favágó skillem az már brutál, tehát aztán itt körbe rohangálok a mezőn, kicsapok fákat, egy ilyen fát lezúzok, akkor abból 2-3 farön kijön, tehát 30-45 pénz. Viszonylag gyorsan meg lehet ezzel ugrasztani a dolgokat, szerintem lassan tele az inventorim, úgyhogy majd elmegyek a kereskedő bácsihoz. Szerencsére ott is van lovarda, meg itt is van lovarda, répát már egy csomót termesztettem, tehát oda-vissza könnyen tudok utazni, úgyhogy meglátjuk, hogy mennyi pénzem lesz így. Sikerült megtalálnom a receptet ehhez a téli bogyó muffinhoz. Nem egy túl bonyolult, csak alapvetően mindig úgy próbálkozom, hogy három nyersanyagot teszek bele a fazékba, de ehhez nem kell annyi. Tehát egy bogyó meg egy liszt. És lisztet meg ugye úgy tudunk csinálni, hogy három búzából. Úgyhogy elvileg most legyártam ezt a tizet, ha minden igaz, akkor ez talán már tizedik. Egyet már megcsináltam korábban. Itt van a tíz, igen. Jó, hát és akkor ültettem megint egy csomó búzát, most ekkora a terep, és beplággolom a ládába a fölösleges cuccokat, aztán akkor megyünk ezekhez a jó emberekhez. Egy adag ilyen Winterberry-t is beültettem ide. Jó, jó lehet ezzel termelni, szóval érdemes. Húha, ebből ilyen kell, ja nem, itt van 30, jó. Szóval ezzel elég jól lehet termelni, meg ez a 8 kút is eléggé bebusztolja a dolgokat, úgyhogy irány vissza a bányába ezzel a 10 muffinnal. Na, érkezem vissza a bányához, és elvileg megvan a 10 darab muffin, amit odaadok ennek a cukorpofának, és akkor nem tudom, mi fog történni. Szeva öreg, igen, hoztam 10 muffint. Aha, folytathatjuk a bánya építést, nagyon jó. Tartok tőle, hogy ezt megint rosszul raktam ide, és nem fogom tudni arra építeni. Ah, Istenem, ezek a robbantások, tudnék beszarok. De jó, azt hiszem talán jó, nincs ott mellette semmi, de van a francba. Boldog leszek, ha nem lesz jó. Na, tehát... igen... Szuper, nagyon jó. Elmondjuk a falusiaknak. Igen... szuper, startup mine, oké, hol? Megint ki kell nyitni mindent. Na, hol vannak? Azt a rohadt életbe! Jézus Mária! Hát ez rengeteg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 különböző mező. Hát ez nagyon jó. És akkor ez most nekem miért lesz jó? Ilyen giga mennyiségű, méretű bányát kell építenem? Húha! Ez fincsi lesz. Ja, és még az iránya is itt vagy, merre fog menni a kis izé? Úha, ezt ki kell találnom, hogy akkor ez hogy működik. Gondolom valahogy ez így szállítani fogja ide nekem a cuccot, és néha ide kell jönnöm. Ja, hogy ezt pont most mondja el. Na várja, akkor ezt kezdjük előről. Ó, és akkor ilyenekkel kell őket állandóan tömni? Aha, Winterberry tart.
kis sütikéket gyártok neki. Ez lesz a váltószem. Hát ez nagyon jó. Akkor neki kell állnom ipari mennyiségben sütit gyártani. Oké, hát akkor süti gyártásra fel. Illetve hát először még akkor gyorsan visszaszaladok a... Visszaszaladok a jánykával, beszélek egy mondatot. Elvileg megmondjuk neki a jó hírt. Vagy nem is tudom ki volt itt, lehet, hogy nem is jányka volt itt. Hol van Rose? Hát ez nem talált. Akkor ez lesz az. Hello! Képzeld el, hogy megoldódott a probléma. Jaj Istenem, mindenkinek mindenféle főzeteket kell hoznom. Jó, hozok majd. Na hát akkor megyek vissza, azt főzök. Na hát a bánya építéssel nem nagyon haladok, viszont ezzel a melléküldetéssel igen, hogy összeszedtem a szükséges levelet, lefőztem a teát, és akkor ezt itt most megisszuk, aztán gondolom megijön egy frankó kis halucinálás. De még mennyire? Jó lenne, ha nyersanyagot adnátok nekem bőszen, mert szeretném ezt a bányajáratot megépíteni, és elég szarul állok ez ügyben. Jó, ez a cukker indián mami. Ezzel már találkoztunk egyszer, nem? Na hát ez egy elég hosszú látomás volt, de megvan a következő ilyen misztikus darab. Hol volt ez? Valahol volt ez. Már nem is emlékszem. Karakterlapomon? Talán. Aha, itt van. És akkor végén ebből összerakunk valami medált. Ó, még egy achievement. Már megvan két darab. Szuper. Hello, találkoztam megint a varázsmamival. És adott egy darabkát. No jó van. Végül is csak egy Mr. Nen. Az kicsoda? Kill the Lost Soul Horde. Csak egy hordát kell kinyírni? Nagyon jó. Oké, de én még szeretnék előtte bányászni. Jaj, de aranyos, ez egy szimpatikus mező. Jó, kicsit rámozdulunk erre a bánya kérdésre. Az a baj, hogy kicsit ilyen, hogy mondjam, furcsa hurokba kerültem, mert ugye elvileg ahhoz, hogy azokat a mezőket felderítsem, ami a bányajárathoz kell, ahhoz nekem kell bronz. Viszont ahhoz, hogy bronzom legyen, ahhoz meg kell a bányajárat. Szóval most ez egy kicsit szerencsétlen helyzet. Elvileg ugye az a sztori, hogy ő innen elindítja a bányajáratot, minél hosszabb, annál több cuccot fog nekem lootolni, és a végén van egy ilyen collection point, amit le kell rakni, és akkor az majd oda befut. Hát én arra gondoltam, hogy egy ilyen bazi nagy bányajáratot csinálok, és akkor itt a házamtól nem messze, hát ide tudok a legközelebb tenni egy ilyen mezőt, vagy maximum egyel visszább tudnám még rakni, ha ezt innen kitörlöm, és akkor ezeket újra generálom, és akkor valahova ide becsatlakoztatom ezt a cuccot, de hát ehhez ilyen íratatlan mennyiségben kéne nekem minden, hát először is ugye felfedezni a mezőket, ami még nincs meg, úgyhogy most kénytelen vagyok, lefőztem a sütiket, és kénytelen vagyok neki adni egyet. Ez úgy néz ki, hogy kettő ilyen berry, ilyen winterberry, és egy liszt kell a fazékba. Szóval hát most azt mondom, hogy kezdje el, de szerintem semmit nem fogok kapni ezért, mert hogy nincs igazán bányajárat. Nem tudom, hogy egyáltalán így el tud-e indulni. Igen, kezd el egy ilyen. Mit mondasz erre? Hát jó, dolgozzatok extra munkát. Aha, ott a cucc. Jó. Hát ez dicséretes, megint egy achievement, elkezdtünk dolgozni a bányában. Jó, hát majd kiderül, hogy mi lesz ebből. Egyenlőre olyan nagyon nem bízom benne, hogy ennek nagy eredményessége lenne, viszont hát muszáj ezt csinálnom, mert kell az iron. Úgyhogy addig még megyek vissza, és akkor gyártok ilyen bogyós sütit nagyobb mennyiségben,
és akkor ezt mindig el tudom indítani, hát valami keveset legalább addig is gyárt nekem, amíg nem tudom megépíteni ezt a bányajáratot.